Bezárt iskolák és boltok, rendezvények betiltása, a hitelezés felfüggesztése, gazdaságvédelmi intézkedések és katonák a létfontosságú cégeknél. Eddig ezek a koronavírus járvány miatt hozott legfontosabb döntései a kormánynak. A veszélyhelyzetet 10 napja rendelték el, ám ezt legfeljebb 15 napra tehették meg utána a parlament hosszabbíthatja meg. Ezért kértük a parlamenti frakciókat, tegnap is volt egy egyeztetés, hogy ezt a lehetőséget a kormánynak adják meg. Péntek este Varga Judit igazságügyi miniszter benyújtotta a törvényjavaslatot, amelyet továbbra is rendeletekkel lehetne kormányozni, az országgyűlés nélkül. Konkrét intézkedések is vannak a tervezetben. Veszélyhelyzet idején például nem lehet választás vagy népszavazást tartani és kezdeményezni, és nem lehet feloszlatni az önkormányzati képviselőtestületeket. A törvény szigorítaná a büntető törvénykönyvet is. A karanténszabályok megszegését három évig terjedő börtönnel büntetnék, de csoportosan elkövetve akár öt év, ha halált okozna, akkor akár nyolc év is járhatna érte. Aki nagy nyilvánosságban terjeszt álhíreket, az pedig akár öt évre is börtönbe kerülhet. Az ellenzéki pártok azt tartják aggályosnak, hogy nem szabna a törvény időbeli korlátot, így szerintük akár meddig lehetne kormányozni a parlament nélkül. Mi a párbeszéd? de azt javasoltuk mert eredetileg is, hogy egy 90 napos időkorlát, ami azt gondolom, hogy elég megengedő, hiszen hogy azt teszik, hogy mostantól kezdve június végéig szabad kezet kap a kormány, akkor azt gondolom, hogy az egy, az egy, az egy megengedő és egy, egy racionális Javaslat. A törvényjavaslatban azzal indokolják a határozatlan idejű felhatalmazást, hogy akár olyan tömegessé is válhatnak a megbetegedések, hogy a parlament már ülésezni sem lesz képes, és nem tudná meghosszabbítani a veszélyhelyzetet. A Fidesz frakció vezetője pénteken a hírtévében azt mondta, a kormánya felhatalmazását csak a járványjal összefüggő intézkedésekhez gyakorolja. A rendkívüli jogrendet, illetve a, a, a veszélyhelyzet kihirdetését most indokoltnak, alkotmányosan megalapozottnak gondolom, és annak tartom, és az az egy feladata van ilyenkor az országgyűlésnek, hogy mindenben segítse a kormányt, hogy hatékonyan tudjon cselekedni. A kormány azért van ráutalva az ellenzékre, mert már csak házszabálytól eltérve fogadhatják el a módosítást úgy, hogy még beleférjenek a 15 napos határidőbe. Ehhez azonban négy-ötörös többség kell, vagyis ha nem sikerül megegyezni, akár az a helyzet is előállhatna a jövő hét második felére, hogy az elmúlt napok intézkedései hatályukat veszítik. Az ellenzéki pártok hétfő reggel újabb egyeztetést kezdeményeztek a fidesz -szel.